A KSH adatai alapján megnőtt az élve születő kisbabák száma az utóbbi 6 évben. 2011-ben volt egy történelmi mélypont, amikor az élve születő gyermekek száma 88 ezerre csökkent. Ezt követően az újszülöttek száma ingadozásokkal tarkítva egy emelkedő irányzatot mutatott egészen 2016-ig. Ebben az évben világra jött 93.063 gyermek, tulajdonképpen az megelőző 6 év legmagasabb születésszámát jelentette. Ehhez képest történt 2017-ben egy kis csökkenés, akkor 1,6%-kal kevesebb gyermek született, így az előzetes adatok alapján 91.600 újszülött született a tavalyi évben. Ez a szám, ez nagyjából a 2 évvel korábbi 2015-ös évi adattal egyezik meg. A statisztikai adatok szerint Borsod-Abaúj-Zemplén megye volt az első az 1000 lakosra jutó élve születések terén 11,1%-kal, ezt követte Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 10,6%-kal. Országos szinten a Nyíregyházi Józsa András Kórház az első az egy kórházra jutó születések számát tekintve. Az elmúlt 2-3 évben folyamatos emelkedéssel találkoztunk. Most ugyanannyi gyermek született körülbelül majdnem számra is 2017-ben, mint 2016-ban. Ez az országban a legtöbb egy intézetben lévő szülés 3630 körül születtek. A szülések száma most úgy néz ki, hogy stagnál, tehát ez most egy emelkedésen vagyunk, tudod, egy 200-al emelkedett a 2008-hoz képest, most viszont ez stagnál. Pap Károly szülésznőgyógyász főorvos elmondása szerint megyénkben a nők 14 éves kortól 48 éves korig vállalnak gyereket. A tendencia azt mutatja, hogy egyre inkább kitulódik az első gyermek vállalása, jelenleg a 30-31 éves kor mondható általánosnak. Mi azt mondjuk, hogy ideális lenne egy 25 éves kor környékén az első gyermeket megszülni, és utána 2-3 évenként megszülni egy ilyen 30-35 éves korig. Az embernek a fizikai állapota, egészsége ilyenkor a legjobb. Viszont egy olyan társadalmi igény alakult ki, ami abból áll, hogy először a munkahelyet rendezi el, egzisztenciát épít fel, a házasságnak az időpont is későbbre tevődik az elmúlt 40-50 évben, és ennek megfelelően a gyermekvállalást is későbbre teszik. A főorvos elmondása szerint az is jellemző, hogy a harmadik gyereket 37-38 éves korban vállalják, de előfordul, hogy valaki 40 éves kor után szüli az első gyermekét.